Köszöntöm nézőinket, ez a Gyula TV híradója. Lássuk röviden mai híreinket. Új buszok érkeznek Gyulára. Megtartotta szeptemberi ülését a Városi Képviselőtestület. Újabb csúcs született. Ismét rekordot döntött a napi fertőzések száma Békésben. Pályaorientáció a karácsonyiban. Közel 2700 diák számára nyújtottak lehetőséget. Elismerés az úszóknak. Évad záró, egyben évad nyitó rendezvény tartottak a Várfürdőben. Fókuszban a kulturális örökség. A város több helyszínén várták az érdeklődőket. Megtartotta szeptemberi ülését a Gyulai Képviselőtestület. Az elmúlt időszakban számos önkormányzati cég beszámolója maradt el a vírus helyzet miatt. A csütörtöki ülésen leginkább ezek kaptak főszerepet. A grémium döntött út és járda felújításokról is. Új buszok érkeznek Gyulára, ezért emelkednek a helyi tömegközlekedési tarifák. Az autóbuszokon megvásárolt menetjegy ára 300 forint lesz 2021-től, a bérleti díjak azonban változatlan áron maradnak. Ez a nap híre. Az első olyan képviselőtestületi ülést tartották meg Gyulán, ahol kötelező volt a maszkviselése. Ezen kívül minden a szokásos módon zajlott, a munka első órája az interpellációkkal telt. A csütörtöki ülésen, ahogy korábban is, előkerültek az egyes szelektív hulladék lerakószigetekkel kapcsolatos problémák. A tapasztalatok azt mutatják, hogy a városban javarészt nem rendeltetésszerűen használják ezeket, a környezettudatosság helyett szétszórt, oda nem illő szeméttel lehet találkozni, így rendszerint felmerül, hogy érdemes lehet beszüntetni az érintett lerakóhelyeket. Egy pályázatnak köszönhetően több területen is járdafelújítások kezdődhetnek. A 33 millió forintos támogatásnak köszönhetően Törökzugban megújul a Leiningen utca járdaszakasza, valamint az Erkel Ferenc gimnázium bejáratától a Bartók Béla utcáig terjedő szakasz. A munkálatok jövőre kezdődhetnek el. A csütörtöki testületi ülésen az oktatási intézmények mellett több önkormányzati tulajdonú cég beszámolója is elhangzott. A Gyulai Szakképzési Centrum 2019-2020-as tanévéről szóló tájékoztatás során szóba került, hogy kik azok a tanulók, akik leginkább szakmájukban maradnak az iskolai éveket követően, valamint Gyulán kezdik el pályafutásukat. Azt tudjuk, hogy Gyulán elsősorban a vendéglátás és az egészségügy az, ami preferált. Azt bátran elmondhatjuk, hogy az egészségügyi képzésben a tanulók nagy része marad. Akár kórházban, akár szociális intézményekben. A vendéglátás is a szakácsok és a pincérek képzése történik a Gyulán. Róluk is el lehet mondani, hogy ők is maradnak, bár azért azt tudjuk, hogy a szakácsok és a pincérek inkább keresnek olyan helyet Dunántúlon, illetve külföldön, és náluk már nehezebb. Ezt követően a Gyulai Tankerületi Központ beszámolója következett, ahol szintén értékelték az elmúlt tanévet. Ezután a Gyulai Várszínház, a Kistérségi Szociális Intézmény, a Gyulai Hírlap és a Gyula Konyha volt soron. A koronavírus járvány hatásai szinte minden területet érintettek, rendezvények nélkül a Gyula Konyha is komoly bevételtől esett el 2020-ban. Látva az üzleti tervünket, elég nagy mínusszal terveztük, de sajnos ez a pandémia helyzetre való tekintettel van így, hisz az első, tehát március 16-ától, ahogy ez a helyzet élessé vált, március 16-tól május 30-ig mintegy 246.779 ezer adaggal főztünk kevesebbet, és ugye ez tovább gyűrűzött az év folyamán, és úgy látjuk, hogy a későbbiekben is sajnos ez fenn fog állni. 2021-től emelkednek a helyi tömegközlekedési tarifák a városban, az autóbuszokon megvásárolt menetjegy ára 300 forint lesz, a bérleti díjak azonban változatlan ára maradnak. Ezzel egy időben új buszok érkeznek Gyulára. Vásárolt a Volán 60 darab új Mercedes buszt, és ebből kettőt Gyulán állítanának forgalomba. Ezek a Mercedes buszok 121 főre kalkulált befogadóhelyen rendelkeznek, korszerű Euro 6D környezetvédelmi osztályba sorolt motorral működnek, alacsony padlósak, tehát a mozgásukban akadályozott embertársaink számára is használhatóak, 4 ajtóval rendelkeznek, klimatizáltak, van bennük utastájékoztató rendszer és biztonsági kamera is.
az új autóbuszok, amellett, hogy az utasok komfortérzetét is növelni fogják, környezetünket is jobban kímélik, mint a városban jelenleg munkában álló járművek. Újabb csúcsot ért el a napi fertőzöttek száma Békés megyében. Szerda után csütörtökön is új napi rekordot döntött a koronavírus fertőzöttek száma Békés megyében, derült ki a kormányzati tájékoztató oldal legfrissebb adataiból. Míg szerdán 33-mal emelkedett a betegek száma, addig csütörtökön 40-nel, vagyis 186 helyett immár 226 fertőzöttet tartanak nyilván térségünkben. Tolnában 225, Nógrádban 250 pozitív esetről van tudomásunk. Továbbra is kiemelten fontos az idősek és a krónikus betegek védelme. Az időseket arra kérik, hogy fokozottan figyeljenek magukra és az általános óvintézkedések betartására. Közel 2700 diák számára nyújtott lehetőséget az a pályaorientációs pályázati program, melyben a Karácsonyi János Katolikus Iskola is részt vett. Az elmúlt két évben közel 150 esemény valósult meg, melynek keretében számos egyetemre, gyárba és más munkahelyekre látogathattak el a fiatalok. Pályázatzáró értekezletet tartott a Karácsonyi János Iskola tanári kara, egy két éves pályaorientációs programot zártak le a napokban. A 2018 áprilisában kezdődött projekt keretében számos egyetemre, gyárba, telephelyre és egyéb munkahelyre látogathattak el a karácsonyi diákok, és kerülhettek közelebb a különböző tudományokhoz és szakmákhoz. A pályázatban tervezett tevékenységek, programok során a tanulók olyan ismereteket sajátíthattak el, melyek érdeklik őket. Lehetőséget teremtett arra, hogy elvigyük őket egyetemre, bemutassunk nekik szakmákat, jöttek hozzánk előadók. Ha jól emlékszem, 152 programot szerveztünk, ebben voltak olyanok, ahol mondjuk 80 gyereket vittünk a Linamárba. De olyanok is voltak, amelyek, ahol ilyen személyes konzultáció volt, mondjuk továbbtanulási tájékoztató volt gyerekeknek. Nagyon sokféle program volt, ez körülbelül két évig futott, mert 2018 áprilisában kezdtük, és hát most nyáron kellett volna lezárni, de a vírus miatt most kerül rá a lezárás. Fő cél volt a pályaorientáció megerősítése a köznevelési intézményrendszerben, különösképpen a matematikai, természettudományos, informatikai és műszaki pályák választásának népszerűsítése. A két év során arra is felhívták a figyelmet, hogy mennyire fontos az élethosszig tartó tanulás, melyre törekedni kell. Tapasztalat vegyes. Úgy gondolom, hogy konkrétan tudok olyan gyereket mondani, aki mondjuk a műszaki egyetemre elvittük, és ott beleszeretett az építészmérnöki karba, és most a műszaki egyetem építészmérnöki karára felvételt nyert, és ott tanul. És voltak olyanok, akik számára ez egy jó kirándulás volt, talán olyan program, ami nem most, hanem majd a későbbiekben fog csak hasznosulni. A külső helyszíneken megvalósult eseményeken kívül több előadáson is részt vehettek a fiatalok az intézményen belül, a pedagógusok több témahetet is szerveztek. A pályázat alatt összesen 150 program valósult meg, amely több mint 2700 gyerek számára nyújtott lehetőséget. Számos elismerést adtak át az elmúlt időszakban is remekül teljesítő gyulai úszóknak szerda késő délután a Gyulai Bárfürdő parkjában. A következő időszak a járvány miatt elég bizonytalannak látszik, az viszont biztos, hogy felújítják a 25-ös és az 50-es medencét. A koronavírus járvány miatt szokatlan helyzet állt elő a gyulai úszóknál. Szerda délután ugyanis egyben tartották meg a 2019-es évet záró és a 2020-as nyitó eseményt. A programon elhangzott, a Várfürdő mintegy 200 úszója közül 160-an már javában edzenek, vagyis azt lehet mondani, hogy közel teljes fordulatszámon zajlik az élet. A hagyomány szerint több sikeres sportoló kapott elismerést, a legjobb versenyzőnek járó díjat Veres Laura érdemelte ki. Az úszók és a felkészítő szakemberek sikeres munkáját nagyban segítette a Gyulai Úszókért Alapítvány. A Gyulai Úszókért Alapítvány az minden évben igyekszik a sportolókat támogatni. Az 1%-ból sajnos nem tudjuk, ezért folyamatosan pályáz az alapítvány minden évben különböző helyekre, illetve vannak cégek, akik támogatnak bennünket, így az alapítvány mindig tud mihez nyúlni. Az idei évben ismét tudunk edzőtábort biztosítani a gyermekek részére, ami körülbelül 100 000 forintot jelent gyermekenként, és ez egy óriási dolog. Nehéz időszak után és egy bizonytalan időszak elején vagyunk, mondta Görgényi Ernő.
Gyula polgármestere hangsúlyozta, a gyulai úszás nagy múlttal és szép jelennel bír. Ehhez a város igyekszik biztosítani a megfelelő infrastruktúrális feltételeket, ezért újítják fel a 25-ös és az 50 méteres úszodát is. Bizonytalan időszak elején járunk, ismételtem. A tavaszi hónapokban nem voltak edzések, be kellett zárjuk a várfürdőt, és nem voltak versenyek sem. Egy verseny volt, egy nemzetközi verseny, amelyen gyulai úszók, Veres Laura és Mácsok Fruzsina kitűnő eredményeket értek el. Nagyon büszkék vagyunk rájuk, hogy a nemzetközi mezőnyben is az élbolyban végeznek. Hogy az előttünk lévő hónapok mit hoznak, azt megjósolni nagyon nehéz. Minden esetre, amíg lehet, addig igyekszünk fenntartani a feltételeket, annak érdekében, hogy az úszásoktatást és az úszóedzéseket meg lehessen tartani. Az előttünk álló hónapok programja a járvány miatt bizonytalan, de a várfürdő úszói arra készülnek, hogy tovább öregbítik a klub hírnevét. Ezen a hétvégén a város több helyszínén zajlottak a kulturális örökség napjai. Az épített örökség, a régészeti és természeti kincsek ünnepén az érdeklődők a mindennapokban nem látogatható épületeket, helyszíneket járhatták be. Több gyulai helyszínt lehetett megtekinteni ingyen egy országos programsorozat a kulturális örökség napjai alkalmából. A hétvégén többek között az evangélikus templomba is betérhettek az érdeklődők, mely az istentiszteleteken kívül nem látogatható. A kulturális örökség napjain templomtörténeti kamara kiállítást rendeztek a helyszínen, valamint felidézték Stéber András munkásságát is. Az épületet Gerlóci Gedeon budapesti építész tervezte meg, végleges, ma is látható formáját, berendezését, többek között Stéber András felajánlásainak köszönhetően az 1940-es években nyerte el. A templom berendezési tárgyaiból, építéséből is kivette a részét, tanácsaival, de anyagilag is. Az oltárképet ő festette meg Faragó Zoltánnal, és a külön érdekesség, hogy a Stéber András lányát is, Zsuzsannát ráfestette a festő az oltárképre. A hajó közepén egy fehér szallaggal a hajában látható Zsazsa néni, Stéber Zsuzsanna. A szószéket is Stéber András adományozta, illetve az oltár kararai márványát is ő hozatta el kolbászos kocsival, hiszen neki volt megfelelő eszköze erre. A hétvégi programsorozat másik helyszínéül a török torony szolgált. Ez egy különleges része a kastélynak, hiszen ez a török hódoltság korában a palánkerődítmény kaputornyaként szolgált, árulta el Liska András régész, az Erkel Ferenc Múzeum szakmai vezetője. A torony építés történetéről, illetve Gyula város törökkori építészeti emlékeiről a különböző tablók segítségével többet is megtudhattak az érdeklődők. A huszártoronynak is nevezett emeletes kapuépítmény a 16. század végén vagy a 17. század elején épült. Éppen ezért ebből az időszakból származó leleteket állítottak ki a hétvége során. A kamara kiállításon olyan edénytöredékek, illetve pipák kaptak helyet, melyek jól jellemzik a több mint 100 éven át tartó török hódoltság mindennapjait. Ezek közül talán a legérdekesebb az izniki edénytöredék, árulta el Liska András. A mai Törökország területén is ismert izniki fazekas központnak az egyik nagyon jellegzetes terméke volt. Ez egy díszedény, ami valószínűleg a hódoltság időszakában került ide, és azokat a helytartókat, azokat a katonákat szolgálta, akik akkoriban a gyulai vár helyőrségét adták a 16-17. Században. Nagyon jellegzetes edénytöredékről van szó, és azért érdemes róla külön beszélni, hiszen akár a huszárvár, akár a vár területén előkerült leletek közül gyakorlatilag két kezünkön meg lehet számolni, hogy mennyi ilyen különleges díszedénynek a töredéket ismerjük. A hétvégén az épített és régészeti örökségek között szerepelt még a Gyulai Vár 2016-os régészeti ásatását bemutató film vetítése, a Weiss villát, Stéberházat és az Ybl Miklós által tervezett egykori árvaházat bemutató séta, valamint az izraelita temető is. Csoport és tornaszobával bővült a román városi óvoda. Rövid hírek következnek. Egy új csoportszobával és tornaszobával bővült a román városi óvoda. Az elmúlt 3 évben a gyermeklétszám mintegy 40-nel emelkedett.
Ennek következtében az infrastruktúra már nem nyújtott megfelelő körülményeket az óvodások biztonságos és megfelelő ellátásához, fejlesztéséhez. Az új csoportszoba és a hozzá kapcsolódó kiszolgáló helységek, a miniszterelnökség egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős államtitkársága által nyújtott 66 millió forint visszanemtérítendő támogatásból valósultak meg. Egy pályázat révén további több mint 50 millió forintból az új 60 négyzetméteres tornaszoba, szertár és mosdó jött létre. Az intézményben fontosnak tartják a román kultúra továbbadását a fiatal generáció számára. Elhangzott, a bővülés során egy régi álom valósult meg. Előre a bal kezedet, utána hátra, előre a bal kezedet, utána rázzat. A jövőben az intézmény udvarát szeretnék parkosítani, a kerítést modernizálni, valamint az épület emeletét szeretnék beépíteni. Az esemény végén a nemzeti szalagok átvágásával adták át a két új épületrészt a románvárosi óvodában. Szerdára 153-ról 186-ra nőtt a koronavírus fertőzöttek száma Békés megyében, vagyis 33 új beteget vettek nyilvántartásba. Ez az eddigi legmagasabb napi esetszám. Még így is Békés az ország legjobb helyzetben lévő megyéje. Utánunk Tolna következik 221-jel, majd Nógrád 242-vel. Budapesten már 8000 feletti fertőzöttről beszélhetünk, Pest megyében a 3000 felé közelít a szám, és már Fejérben is átlépte az 1000-et. Szeretnénk piacra jutási lehetőséget biztosítani azoknak a kézműveseknek és azoknak a kistermelőknek, azoknak az élelmiszer termelőknek,